köszöntöm a nézőket. Azt hiszem, mondhatom önöknek, hogy nem a sorsunk által ránk szabott életünk határoz meg bennünket és a mi voltunkat, hanem a dolgokhoz való viszonyulásunk, a viselkedésünk és hát a gondolkodásmódunk. Ehhez egy nagyon érdekes személyiséget hívtam ide vendégségbe a Fehérvár TV stúdiójába. Itt van velünk Császár Attila. Köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntök mindenkit én is. Nádasladányban élsz. Így van. Egy kicsit vezess be minket az életedbe, hogy tulajdonképpen hogyan is élette meg a mindennapokat, mert azt hiszem, hogy talán mondhatjuk, hogy nem átlagosak a mindennapjaid, ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy de, igenis átlagosak, mert hát, hogy a gondolkodásmódod viszont abszolút meghatározza azt, hogy igenis átlagosan élj. Mesélj egy kicsit magadról. Hát mondhatni, igen. Van egy ilyen mondás, hogy abból főz az ember, amilyen van, és hát ez igaz az életünkre is, hogy mit hozunk ki belőle, mindenkinek megvan a maga keresztje. Hát igyekszem én is ilyen átlagos életet élni, úgymond családot nevelek, kis házikon van, kertes ház, pici kertel. Tulajdonképpen, ha így összességében nézzük, tényleg nincs nagy eltérés egy átlag emberhez képest. Említetted, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje, neked mi ez a kereszt? Hát, ha úgy nézzük, akkor ez a testi fogyatékosság. Műlábat viselek, meg a bal kezem is jóval rövidebb, egy új van rajta, de soha nem hozott ez nekem ilyen problémát. Otthon sem neveltek úgy, hogy feltétlen más vagyok. Nem is alakult ez ki bennem úgy, hogy ettől nekem valahogy máshogy kéne bármit is tennem. Születési rendellenesség? Igen, fejlődési rendellenesség, így születtem. Pici korodban hogyan élted ezt meg, és hogyan próbáltak a szüleid, a családod mondjuk az életre megtanítani, mert nyilvánvalóan nem lehetett könnyű a dolgod, de én ahogy látom rajtad, szerintem te már akkor is egy nagyon határozott gyerek lehettél, mint most, amilyen vagy. Igen, rossz csont voltam, mint mindenki más szerintem a koromban. Nem voltak ilyen különbségek, de nem kezeltek engem más, hogy három öcsém van. Ha rossz voltam, ugyanúgy megkaptam a magamét, ha jó voltam, ugyanúgy megdicsértek, nem. Nem bántak velem feltétlen másképp, tehát az iskolában is szerencsém volt, hogy mennyire volt tudatos, vagy mennyire nem, a szüleimtől úgymond integráltak, mert a helyi iskolában jártam, Úrhidán születtem, és hát ott teltek a mindennapjaim, tehát nem volt ez így különbség. Hát ha játszani akartam, akkor futnom kellett, ahogy tudtam, ha nem akartam játszani sarokban gumbasztani, akkor ülnöm kellett, úgyhogy viszonylag hamar eldőlt ez, hogyha az ember rendesen élni akar, ugyanúgy szórakozni, jönni-menni, mint mások, akkor nem nagyon vonulhatsz külön. Ez egy viszonylag egyszerű dolog, így most kívülállóként, ha belegondolok, hogy rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki belőle. Hogyha találkozol emberekkel, akik mondjuk megkérdeznek téged az életedről, akkor szívesen beszélsz egyébként róla? Persze, hát tényleg nem panaszkodhatom, nincsen rossz életem, hogy bárki előtt is szégyellnem kellene, vagy... Abszolút. Vagy nem. Családod van, sportolsz, és hát nagyon jó munkahelyed van, ahol úgy tudom, hogy nagyon szeretnek téged. Igen. Egy kicsit vezess be, hogy mit is dolgozol. Műszerészként végeztem, és most éppen a szakmámban is dolgozok, most már 7 éve, egy fehérvári multicégnél, és hát tényleg szerencsém van, beilleszkedtem, és nem gondolnám, hogy nem szeretnek, vagy különösebb baj lenne a munkámmal. Segítenek téged? Tehát, hogyha mondjuk te azt gondolod, hogy egy kis támogatásra szorulsz fizikálisan, értem, akkor ők segítenek, tudnak, hát vagy ez szerencsés ez a munkahely, mert igazából nincsenek olyan fizikális kihívások, amiben birkóznák meg. Hát ez a szakmám is, tehát amikor levizsgáztam belőle, akkor ennek a dolgait megtanultam, amik hát minden másnak utána kellett tanulnom, mert fejlődött az elektronika, az megjött magától. Tehát nincsenek ilyen nagy fizikai kihívások a munkahelyemen. De szerintem, ha szólnék, akkor igen, van más megváltozott munkaképességű munkatársam is, nem tudok olyan problémáról, amit ott ne orvosoltak volna. Van egy nagyon gyönyörű családod, párod és egy kislányod. Mesélj egy kicsit róluk is, hogy mennyi idős a kislányod, és például, hogy őt hogy vezeted be mondjuk abba a világba, hogy egy kicsit ő is ilyen szemléletformálásképpen lássa azt, hogy azok, akik fogyatékkal élnek, akkor hogyan telnek a mindennapok, kérdezgete téged, mesélj egy kicsit a családról. 11 éves most már a kicsi lányom. Hát ő neki ez tulajdonképpen természetes volt. Aha. Azt vettük talán észre, hogy 2-3 éves volt, akkor többször megnézte a kezemet, ez tűnt fel neki, de aztán ez úgy hamar el is múlt, és természetesen vált neki.
hanem talán az iskolába jöttek a kérdések neki az osztálytársaktól, hogy, hogy miért ilyen apukád, meg mi megkülönbözik. De hát aztán mi vagy minden nap jöttünk, mentünk érte, tulajdonképpen szerintem ez a mottója, az ember ilyen helyeken dolgozik, olyan helyeken közlekedik, akikkel találkozik, az megszokja. És nem lesz ilyen idegen. Hát egy kicsit olyan az ember, megy az utcán, lát egy piros hajú embert, egy nem tudom én, nagyon extravanás öltözéket, vagy valaki talpig gipszbe, megnézi az ember, mert ez egy természetes dolog. Aztán később ismerjük meg egymást. Úgymond mindenkinek van ez az előítéle, most mindegy, hogy hogyan nézzük, vagy hogy különcnek nézem, vagy különösnek, de hát aztán, ahogy kapcsolatok kiépülnek, úgy ismerjük meg egymást. És de leperegnek rólad, gondolom, ahogy mondtad most előítélet, mert nem olyannak tűnsz, aki magára veszi. Nem, szerencsére nem is mondhatom azt, hogy az életben lettek volna ilyen negatív dolgaim. Tényleg az iskolában sem, később sem, tehát nem emlékszem. A páromat szokta például zavarni egy kicsit, amikor az utcán megnéznek, vagy utána fordulnak, vagy egy strandon, azért elég különös látvány vagyok. De tulajdonképpen viszont a teljes elfogadás is jellemző rátok, hiszen ő melletted van. Mióta vagytok együtt egyébként? Hát most már 21 néhány éve. No, hát akkor azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek akkor azt igazolják, hogy az elfogadás az bizony működik nálatok abszolút. Igen. És hát nem csak a családodról hallottam, és tudok szép dolgokat, hogy gyönyörű családod van, hanem bizony, és a munkán kívül természetesen, tehát munka, család, ezt félretéve a sportban is nagyon-nagyon gyönyörű sikereid vannak. Hát az itt a nézők láthatják ugye az asztalon, hogy nagyon sok érem és kupa sorakozik itt. Hogyan jött egyáltalán a sport az életedbe? Visszaemlékezzel egy kicsit arra, hogy a gyerekkorodba jött, hogy a sport és te, a sport és a szerelem, sportszerelem, ez hogy, hogyan hát jött? Hát különösebben nem volt sportszerelem, lejártam, nem tudom, focizni, játszani a sporttársaimmal, de például, amikor már egy kamaszottam, otthon motorokat szereltünk, mindenféle ócska járműve közlekedtünk, valaki azt mondta volna nekem, hogy én biciklizni fogok, valószínűleg kikacagtam volna, de elmentem Budapestre tanulni. Ott volt olyan iskola, ahol tudtam rögtön kezdeni a műszerész iskolát, és akkor egy kollégiumban laktam, ami egyúttal hát akkor még mozgássérültek állami intézete volt, most már Merek lett a neve, talán egy találóbb, hogy mozgássérült emberek rehabilitációs központja, és ott keresett fel engem a Boronkai László, hogy lenne egy túra, körbe kellene kerékpározni fogyatékosoknak az országot, és én baromira unatkoztam az első időszakban Pesten, tehát felkerültem négy fal közé, először unatkoztam, aztán később azért rájöttem, hogy Pestnek is megvannak az előnyei, sok szórakozási lehetőség, sok program lehetőség, sokkal könnyebben eljut az ember oda, de nagyon örültem a felkérésnek. Akkor még magam sem tudtam tulajdonképpen, hogy mi lesz ebből. És akkor nagyon jó megszervezte ezt a túrát, minden felszerelést megkaptunk, és hát először csak a Margit szigeten kerekeztem. Otthon úgy használtam kerékpárt falu lévén, hogy közlekedés eszközként az egyik legpraktikusabb, a mai napig is így van ez. És akkor elmentem erre a túrára, egy nagyon jó csapat jött össze, 11-en kerültük meg a országot, 1789 kilométert tettünk meg, 11 nap alatt, és voltak siketek, gyengénlátók, vakok, mozgássérültek a csapatban. És ezt te olyan fontosnak tartottad akkor, is olyan jó élmény ért téged, hogy a mai napig kitart a bicikli iránti szerelem. Így van. Hát ott úgy szoktam, hogy megfertőzöttem. Aha. Tehát és utána jött a lehetőség, hogy mi lenne, elmennénk versenyekre, versenyszerűen kerékpároznánk, és akkor ez már ilyen természetes volt. Mesélj így az elmúlt évekről is, hogy merre tekertél, kikkel, milyen sikereket értél el. Hát rögtön ez a 94-es évben volt az a túra, és akkor mi be is cseppentünk rögtön a kerékpáros életbe, mert 95-ben már az Európa-bajnokságon tekertünk. Altenstadtban megkerültük például a Bodentavat, egy nagyon jó kis csapat kovácsolódott össze belőlünk. Nem jött mindenki tovább a versenyszerűen, de még nagyon sokáig tartottuk a kapcsolatot, és hát innen jött utána a lendülettel mentem is tovább. Milyen eszközre van szükséged, hogyha felpattansz a biciklire, azt azért egy kicsit mutassuk meg a nézőknek, ha nem más volt semmilyen különösebb
változtatás ez idáig a kerékpáromon. Ilyen apró beállításokkal tudok csalni, a fékkarok egyik lejjebb, másik feljebb. Hát a tavalyi évben pont, hogy voltunk kint ismételten nemzetközi versenyeken, Olaszországban nagyon technikás pályán sikerült menni, és ott jöttem rá, hogy szükségem van egy, hát hogy a féket összekötöttem, hogy egy fékkarral tudom mind a két féket működtetni, mert a hatalmas lejtőkön nehéz volt úgy lelavírozni. Idáig nem vettem ennek észre így hátrányát, boldogult a menékül is, de ott annyira technikás volt a pálya, hogy rájöttem, hogy ez egy szükséges dolog, de mégis ez nem is látványos, meg nem is egy ilyen bonyolult eszköz szerencsére. Mennyit tekertél? Mennyi kilométer van a lábadban, és hogy emlékszel erre, egyáltalán számolod-e, hogy te már mennyit tekertél úgy összességében, hát, vagy nagyságrendileg? Nagyságrendileg szerintem egy párszor már körbe tekerhettem az egyenlítőt, de nem tudom így konkrétan megmondani. Szeretem igazából a hosszú versenyeket, nem vagyok egy ilyen robbanékony alkat, inkább ott jönnek elő az adottságaim talán jobban egy kicsit, hogy hosszúakat kell menni, elfáradnak az emberek, nem tudnak annyit koncentrálni, nekem ez megy jobban. Hobbi ez, vagy szerelem? És a szerelem alatt itt azt értem, hogy tulajdonképpen az életed egy nagyon szerves része a sport. Szerves része. Volt, amikor kicsit kevesebb intenzitással tekertem, született a kisgyermek, éppen más munkáján voltam. Eleinte még kerékpár műhelyben is dolgoztam, tehát hogy amikor angol tanfolyamra jártam, és akkor be kellett mutatni így az életünket, akkor könnyű dolgom van, mert kerékpárt kell mindig csak bemutatnom. Azzal járok dolgozni, kerékpárműhelyben. Mindenhol ott volt a bicikli az életed során. És kerékpáros magazint olvasok, tehát viszonylag könnyen bemutattam. Így. Attila, mire vagy a legbüszkébb, hogyha egyáltalán lehet ilyet kérdezni? Itt nagyon sok érem és kupa van előttünk, de nem feltétlen az érmekre és a kupákra gondolok, hanem nyilván az élményre. Mi az, amire te a legbüszkébb vagy eddig az elért dolgait közül? Hát tényleg nehéz kiemelni. Van egy-két kedvenc verseny, aminek nagyon jó hangulata van, ami magával ragadó. Például ez a hosszú távú országos bajnokság szokott lenni Nagyatádon, most extrém nem néven fut, tehát ez az egyik érem belőle. Itt a nézők láthatják is azt a kamerában. Ez 180 km kerékpár, 3800 méter úszás és egy maratoni futásból áll. Hát többnyire ezt váltóban teljesítem, én vagyok a kerékpáros, és most már évek óta van egy kollégám, vagy barátom is, régebben kollégám volt, pont úgy hozta az élet, hogy pár év múlva, vagy évtized múlva visszakerültem ugyanabba, ahol megkerestek a túrával kapcsolatban dolgozni. Létrehoztunk egy műhelyt, ahol mozgássérülteket segítettünk, többek között sporteszközöket is javítottunk nekik a mindennapi életben, és ez a barátság megmaradt, egy kerekesszékes hölgy, és most legutóbb úgy döntött, hogy ő le is futott egy ilyen speciális kerekesszékkel, meg le is úszta a távot, úgyhogy nekem csak le kellett hozzá bringáznom. Itt azért tényleg nagyon sok érmet láthatunk, akkor ezt jól értelmezem, hogy ez a 90-es évektől kezdve gyűlik itt, amit most látunk, vagy ezek már inkább akkor frissebbek? Ezek az utóbbi két év, egy-kettőt hoztam el, ami úgy maranyosabb számomra, de ez túlnyomó részt az utóbbi két év gyűjteménye. Gyönyörű kupákat láthatnak a nézők, ezekről is mesélj itt egy kicsit, mondjuk onnan tőled, hogyha megyünk. Nekem is lesni kell, mert fejből már nem nagyon tudom. Hát igen, nagyon Péter sok van. Van egy verseny, ővelük nagyon régi a kapcsolatom, tehát ahogy elkezdtem kerékpározni, Bakony környékén rendeznek bringa versenyeket, és hát az a jó még a kerékpározásban, hogy tényleg egy baráti társaság jön össze, igazából nem nagyon látok irigységet, nem nagyon látok ilyen kirívó dolgokat, és igazából a biztatás is az utolsónak, és ugyanúgy jár a taps, mint az elsőnek. Még ez fontos ebben a sportban, hogy ugye ezt mindenki most így látja, de mind az élet területén is az embernek ki kell tűzni a célokat, és azzal kell beérni maga. Nyilván én is szerettem volna az első percben bringa versenyt nyerni, de hát nem így működik, viszont tudni kell, hogy az ember milyen lépcsőben halad, és milyen célokat tűz ki maga elé. Ez az életben is sokat tud segíteni, az ember tudja, hogy mit várhat el magától, és mi a reális céljai. Tehát nem feltétlen zavar tulajdonképpen, hogyha a dobogó
legfelső fokára nem te kerülsz fel, hanem mondjuk egy kicsit lejjebb. Ez azt gondolom, úgy látom rajtad, hogy abszolút nem, hát nem ez vezérel téged. Be kell látni a reális esélyeit az embernek, dolgozni kell, hogy javítson rajta, de hát nem mindig lehet a dobogó tetején állni. Hogy vonod le olyankor a konklúziót? Magam szintjén elégedett vagyok, ha azt a teljesítményt ki tudom adni magamból, amit megterveztem. Vagy éppen a verseny hevében tudom, hogy hát most ennyire futotta, de nem lazsáltam el, nem, mert meg, hát annak is van tanulsága, tudom, ha érontottam el a technikát, vagy bármit. Tehát nem veszteségként fogod fel, hanem mindenképpen hát ez a következő lépcsőfok. Az életben sem sikerül mindig minden. Sokszor kaparosós, de nem mindig nyerek ettől, még az ember legközelebb is. Mit tűztél ki most a 2021-es évben itt? Célul. Hát magadnak. Meglátjuk, ez a zavarodott világ lett most körülöttünk, hogy lesznek-e újabb válogató versenyek az olimpián, ugye a paraolimpiát is eltolták egy kicsit. A mi sportágunkban tulajdonképpen nem különbözik a kerékpár az épe kerékpárjától, több kategóriák vannak, be vagyunk sorolva sérülések szerint, mondjuk úgy mondom, hogy a kétkerekű kerékpárok között van egy 4 kategória, és akkor utána vannak speciálisabb kerékpárok, mert 3 kerekű, akiknek az egyensúlyozás problémája van, és akkor vannak a nagyon látványos handbike, amit kézzel hajtanak, hogyha valakinek a láb vagy gerinc sérülései vannak, és akkor ebben szintén vannak kategóriák, hogy mennyi izomcsoport sérült, ami a tekeréshez kell. És mi együtt a Magyar Paralimpiai Biciklis csapattal gyűjtöttük a kvótákat, mert összes kvótát gyűjtünk, beledobjuk egy kalapba, és akkor ebből jön ki az a szám, mivel 2 kerékpáros mehet az olimpiára, és most van egy ilyen bővített keret, 3-an készülnek teljes gőzerővel, és vannak pótemberek, hát én itt állok ezeknek a pótemberek körében, de hát hogyha úgy ítéli meg a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség, hogy esetleg még versenyeket rendeznek újból, akkor nyilván bízom benne, hogy mehetek én is gyűjtetem a kalapba, aztán meglátjuk a többiből mit hoz a sors. Van egyébként bármi nemű támogatásra szükséget teszem fel a versenyek alkalmába? Gondolok itt például eszközbeni támogatás, hogy van-e ilyenre igény, vagy hogy ez ilyenkor hogyan szokott nálatok működni, hát, működni? Nagyon szerencsés vagyok, akit előbb említettem, a Baronkai Lászlót. Ő először egy alapítvány keretében segített kecskeméti mozgásérő sportolókat. Hát kecskeméti, de tulajdonképpen országos egyesület vagyunk, mert az ország több részéről vannak versenytársaink, többféle sportágban, és hát ők megszerveztek egy nagyon jó egyesületet, a Mercedes-Benz gyár kecskeméti mozgássérültek egyesületét, és ők nagyon sok mindenben tudnak segíteni. A sportágunk, technikai sportág az enyém is, nincs ez a pénz, amit ne lehetne rákölteni, időben is, pénzben is, energiában is, nagyon sokat kell, ők nagyon sokat tudnak segíteni, szerencsés vagyok ebben a dologban, tehát azt gondolom, hogy kiveszik az oroszlán részt belőlük. Még nem volt olyan azért, hogy olyan nagy dolgokon múlhatott volna, hogy én azért nem mentem ki versenyre, mert ők nem tudtak valamit beszerezni. Nekem nagyon sok mindenben tudnak segíteni a mindennapi felkészülésben. De hát az mindig jó, ha az ember esetleg talál egyéni szponzorokat is. De azért nem csak ilyen támogatásra van szükség, hanem nyilván a családéra is. Hát a család az egy fontos támogatás, és hát abban is szerencsés vagyok, hogy ha nem is ilyen megszállottak, de már lassan fertőződnek ők is, úgyhogy ők is sokat kerékpároz. Kicsi lányom több ilyen kis versenyt is nyert, párom most kezdett el inkább versenyezni, nagyon szerettünk túrázni régóta, de ideig nem vonzott annyira ez a megmérettetés, de most már ő is eljött egy-két versenyre, és sikerült is neki egy pár verseny nyernie, úgyhogy lassan, de biztosan kovácsolom itt is. Mindenképpen, de én pont arra gondoltam most, hogyha a nézők egy kicsit kedvet kaptak, mert hát azért van itt olyan dolog, ami motiválhatja őket, és aztán nem csak az éremre gondolok itt persze, hanem az élmény, a sikerélmény, a közösségkovácsolás. Hogyha a nézők közül akad olyan, aki kedvet kapott a biciklizéshez, akár csak, hogy tényleg egy pár kört a városban tegyen, akár sportolás, versenysportolás kapcsán, milyen a jó bicikli?
De egyáltalán mire pattanjunk föl? Mert azt hiszem, hogy talán ez az első is alapdoka. Hát igen, a kerékpárral kapcsolatban sajnos igaz a minősége kerékpár, de ha nem is kell ilyen nagy csodákban gondolkodni, mindenképp egy kényelmes, könnyen guruló, ne legyen az a minden zireg, zörög rajta, a kattog, megakad, meg hát a biztonság. Hogyha ez megvan, akkor már mindegyik hozza magát. Tehát akkor már megvan az embernek a kedve, akkor már megy vele, nyilván egy rosszabb eszközzel próbálkozik, az ember elmegy a kedve, mert kilódni kell. Aztán hát most már azért elég sokat fejlődött az infrastruktúra, és viszonylag könnyű. Meg például az egyik egyszerű dolog, az ember eljár biciklivel dolgozni, és akkor már gyakorolt is egy kicsit, már tett is valamit, és akkor megjön a kedv is hozzá. Hogyan inspirálod a nézőket egy kicsit a mozgásra, sportra úgy általánosságban? Miért fontos szerinted, hogy sportoljunk? Hát az egészségünk megőrzése nyilván egy nagyon fontos dolog, de hát nem is tudom, emellett a élményt is, a nagyon sok élményt, és mint mondtam, ez sok mindenre felkészít minket. Például a kerékpár egy viszonylag gyors eszköz, A-ból és B-be is viszonylag könnyen el lehet jutni. Közben meg lehet nézni a természetet, lehet gondolkodni sok mindent önmagán. Nagyon nem zavarja semmi ember, hogy magában nézzen, elgondolkozzon, átgondoljon dolgokat. Meg megedzi a lelkünket is a sport azért. Hát igen, azt gondolom, hogy nincs külön. Tehát az, hogy az ember ügyesebben, gyorsabban kerékpározzon, ahhoz a testét egy kicsit sanyargatni kell, és ezzel a szelleme is erősödik, tudja, hogy mit hozhat ki magából, hol vannak a határai. Ez tényleg úgy van, hogy mindenhol. Tehát ha valaki megkérdezi tőlem, hogy mit tudok megcsinálni, azért tudom, hogy mit tudok megcsinálni, mert ismerem magamat. Tehát, hogy mi az, amit elvállalhatok, mi az, ami nekem is sok. Tehát, hogy alapvetően például megcsinálok én bármit, de ha most elhívnának köművesnek, akkor nyilván mondanám, hogy ez nem az én világom. Munkatársai tudják, hogy ekkora nagy biciklis vagy, és hát sportoló? Tudják, különösen a közvetlen munkatársaim, mert elég sokszor dolgoztak, amikor én bicikliztem, és csak a képeket küldtem nekik haza. Jó, de hát mindenek előtt természetesen gondolom a munka áll, és akkor utána van. Hát jön a biciklizés. Ez is például egy fontos dolog, hogy az ember jól be tudja osztani magát erre is. Mire tanított meg téged a biciklizés? Mert azért most már itt tényleg hosszú évekről beszélgetünk. Hát tényleg erre, illetve láttam még sok olyan kerékpárost a nemzetközi versenyeken, akiről hát minden nap láttam volna az utcán, nem gondoltam volna, hogy tud kerékpározni egyáltalán. Tehát, hogy nincsenek igazából akadályok. Tényleg, hogy visszakanyarodjak a beszélgetés elejére. Tehát ha azt mondták volna, hogy az illető igen könnyen kerékpározik, azért még én magam is elcsodálkoztam volna rajta. És hát akkor viszont eléggé mérges is voltam rá, amikor alig tudtam vele lépést tartani. Tehát, hogyha ezt látnák az emberek, hogy ott milyen sérüléssel és hogyan kerékpároznak, tehát el sem tudják képzelni. Tehát, Attila, van példaképed? Nekem sok példaképen van. Nyilván nekem is van a kerékpársportban olyan, aki szimpatikusabb, kicsit jobban, mint a másik, de azt gondolom, hogy minden nap életbe kell megtalálnunk a példaképeinket. Tehát nem kell feltétlen bálványokat keresni hozzá, mindenkinek az életében találhatunk olyat, amit azt mondom, hogy ezt tök jól csinálja, ezt szívesen csinálnám én is, vagy megpróbálnám így, vagy hogyha így sikerül az életembe, akkor az elégedett lehetek. Kislányodnak lesz, de példakép úgy érzed, mert itt a beszélgetés alatt én mindenképpen úgy éreztem. Hát bízom benne, hogy olyasmiket láthat tőlünk, amit az életben hasznosít, és meg nem kell szégyelnie később. És Attila, van-e olyan vágyad az életben, ami itthon, külföldön, amit szeretnél még mindenképpen megvalósítani, és így tervezed? Hát, nagyon tervezed. Szeretnék egy paralimpiára kijutni magam is. Aztán a hétköznapi életben szerintem ugyanilyen apró célokkal be tudom élni, mint bárki más. Legyen egészségünk, mindig legyen hol laknunk. Tehát azt gondolom, az emberek ezt is sokszor ilyen mókuskerékként élik meg, de ez is fontos ezeknek az apróságoknak körülni. Tehát nem kell mindig minden nagyban nézni.
Nemrég volt itt egy vendég nálunk a tévéstúdióban, egy kineziológus, aki pontosan ugyanezt mondta, amit most te, hogy mennyire fontos lenne, hogy hálásak legyünk az életben, legyen a nagy dologról szó, vagy kisebb dolgokról szó, de mindenképpen meg kell, hogy találjuk a kisebb dolgokban is az örömeinket, és te ezt megtalálod, úgy látom. Hát igen, a lépcsőfokok is így épülnek fel, tehát a apróságokkal kell kezdeni. Ebben tudunk örülni, akkor tudunk gondolkodni tovább, de mindig a nagyra vágyunk, ami még nincsen meg, akkor csak egy szenvedés, meg azután gőc lesz. Büszke rád a családod nagyon? Szerintem igen. Milyen visszajelzést kapsz, amikor hazatérsz egy versenyről, teljesen mindegy, hogy hol állsz a dobogon, mi az, amit ők mondanak neked? Hát mindig lelkesek, tehát ők mindig jól szurkolnak nekem, meg hát tényleg nem az a lényeg. Azt is tudni kell, hogy kell veszteni is az életben. Nem lehet mindig nyerni sem, itt a lényeg mindig tényleg az, hogy az embert részt vett rajta. Azt is tudni kell, melyik az a verseny, amit el kell engedni, vagy már előre tudni, hogy ott muszáj lesz máshogy csinálni, mint ahogy eredetileg gondoltam, vagy a verseny alakul úgy, hogy tudnom kell azt, hogy mit lehet vele vállalni, vagy mit kell elengedni. Lehet egy verseny egy jó felkészülés, lehet egy verseny egy nagyon jó szórakozás, meg lehet egy nagyon erős harc is. Ezt tudni kell, hogy mikor melyiket kell választani. Itt találtad maga kerékpáros közösségben úgy az igazi sorstársaidat? Hogy érzed egyébként így az életben? Hát talán igen, talán nem. Igazából, amikor én elkerültem Budapestre, ott találkoztam sok mozgássérült emberre. Előtte néha voltam Vöröskereszt által támogatott nyári táborokban. Uh-huh. Ott volt még, ahol több mozgássérült emberrel találkoztam, és talán ami a lényeges volt, hogy az ember először én magam sem tudtam feltétlenül, hogyan kell viszonyulni hozzájuk, már nem úgy, hogy nem tudtam hozzájuk szólni, hanem mikor valamit lejtettek, abszolút annyira próbáltam úgy segíteni, jobban mozogtam, mint mondjuk ő, hogy az életben ezt megtanulni, egymás mellett élni, tudni kell, hogy mikor kell segíteni, őnekik is kell tudni azt, hogy mikor kell segítséget kérni. Talán ezekből lehet úgy építkezni, és lehet is sok sorstársat, példaképet keresni. Tehát, hogy tényleg az, hogy nem kell feltétlen, meg nem is kell az embernek mindig ezt távol keresni, hát meg közel sem, most jól elmagyaráztam, de nem kell feltétlen messze menni ahhoz, hogy az ember találjon társakat, meg példaképeket sem. Hát én ehhez a példaértékű élethez kívánok neked további nagyon-nagyon sok sikert, további sok élményt és érmet kívánok neked így útra valóul, és én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál velem. Köszönöm szépen én is, hogy itt láttam. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, én bízom benne, hogy hasznos, érdekes és példaértékű információkkal szolgáltunk Önöknek a fehérvári beszélgetések ezen műsorában. Tartsanak velünk legközelebb is, köszönöm a figyelmüket, nagyon vigyázzanak magukra, viszontlátásra!